Nyakigláb, csupahály, meg málészáj Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat nyakiglábnak, a másodikat csupahájnak, a legkisebbiket málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy menjenek már szolgálni, keressék meg a maguk kenyerét kiették már őt mindenéből. Elindult a legnagyobbik, nyakig láb. Ment, ment soká. Találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki, adok neked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, teríts, teríts asztalkám, és lesz rajta mindenféle. Elfogadod? Már hogy én, aki a hegyet megette volna a kenyérrel, el, el! Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s azt mondja tüstént neki. Teríts, teríts, asztalkám! Hát azon lett annyi minden ennivaló, innivaló, hogy nyakig láb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal elindult hazafelé. Tanál útjában egy kocsmát, oda is betért. Bement mindjárt egy szobába. Terítetett az asztallal. Jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg ben volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hű, az ő kocsmájában olyan jó volna! Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen aludt. A kocsmáros meg csak belopózott, és a asztalt kicserélte egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint a lábé. Másnap reggel nyakigláb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. No, lássuk, azt mondják, épp jó éhesek vagyunk, mint mindig. Mondta szegény nyakigláb az asztalnak, hogy teríts, teríts asztalkám, de bizaz nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy nyakigláb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték nyakiglábot elindult most már a második gyerek, a csupa háj. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél nyakig lábszolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. – Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondani, tüsszens, tüsszents, csacsikám, és annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Elfogadod? Egy ilyen jó szágot. Csupahány nagyon megörült a szamárnak. El is indult vele hazafelé. Ott közben ő is betért a kocsmába. Evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki – Tüsszents, tüsszent csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egyből olyan sokat, hogy csupahály már alig fért a sok aranytól. Felszedte az aranyat, és lefeküdt. De a kocsmáros a kulcsukon ezt is megleste. Mikor észrevette, hogy csupahály már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupahály vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De amikor rászólt a szamár, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat sem tüsszentett a padlóra, hiába várták. Csupahály se vitte el szárazon, őt is jól elverték. Szegény apjuk, már kétségbe volt estve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebbik fiát is. Málé szájt. Ez is elvetődött az öreg emberhez, őt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg, Fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani, ki a zsákból furkócskám? és akkor a furkó kiugrik, és azt verhetsz meg vele, akit akarsz. Málészája a vette a furkót, és elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma, már nagyon éhes és szomjas volt. Bement. Evett, ivott, amennyi jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árat, de Málészáj nem tudott fizetni, mert egy sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málészájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta. – Ki a zsákból, furkócskám? Verd meg a kocsmárost! A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege lett a verésből, elkezdett jajgatni. Jaj, jaj, hagyd abba a verést, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáidtól elloptam. Málészáj csak nagyot nézett. Mit lopott el kend az én bátyáimtól? Hát a tericsasztalt, meg az aranytűszentő szamarat. De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Málészáj. Jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántalak. Vissza, vissza, furkócskám, a zsákba. A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat, és odaadta Málészájnak. Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni, meg inni, volt pénz is, amennyit akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett.